Sziasztok, én Huberix vagyok, és elérkezett a következő Skywars-os videóm, és egy kevésbé szerencsés, de mégis azért tartalmas kezdőcsomaggal indulunk, és akkor gyorsan ki is vágom ezt a fát, hogy már ezt sokszor megtettem egyébként, és nem biztos, hogy most készítek gyémánt kardot, mert addig a másik fél is elkészíti, és hát akkor az nekünk negatív. Tehát szerintem szaladok oda a csávóhoz, és akkor már rögtön PvP-zni kezdek vele. Akkor talán még nem készíti el a kardot, mire ide érek, és akkor lesz egy fél diaszettünk, vagyis ha minden igaz, akkor lesz. Aha, mert volt melvértje, gratulálunk neki, azért jó volt. Tehát elismerés az övé, és volt ilya is, viszont én készítek először egy gyémánt kardot, kibányázta nekem direkt előre a szükséges érceket, például a gyémántot, tehát ezt tényleg nagyon szépen köszönöm neki. Egyébként azért nincs mostanában annyi videó, szerintem el sem kéne mondanom, de azért elmondom, mert ugye elkezdődött az iskola, és hát ez miatt azért nem lehet olyan nagy rendszerességgel videókat készíteni, közel sem. Tehát nem tudok naponta a videókat készíteni, ha egy héten tudok készíteni körülbelül olyan kettő videót, akkor már egekbe szállok és nagyon örülök neki. Ott pakol alul a gyerek, tehát nagyban érzi a játékot, hogy miről is szól, viszont ilyet még szerintem nem sok mindenki csinált. Minden esetre ott van valami megmester vagy kennemester, és oda megyünk hozzá. Igen, tehát nagy HP mennyiséget vesztettünk, úristen, szegény gyerek, nem szerettem volna kilökni, bocsi, így is nagyon, de nagyon kevés lehetőségem van arra, hogy videózzak, és amúgy sem szándékosan löktem ki a játékost, így kihasználok minden alkalmat. Jó, például most szedjünk fel tőle valamit, milyen dolgai voltak, volt nadrág, hát sisakja nem volt, tehát szerintem elismertünk. Igen, számodra is GG, nagyon jól játszottál, és tényleg tisztelet. Az igazi hardcore Minecraftba sem éhezünk ennyire szerintem, vagyis csak tapasztalatokból beszélek, mert sokat hardcore-oztam. Jó, hát most nem foglak kilökni. Ó, Istenem! De a gyerek onnan kintről üt, és persze, hogy amikor megütöm, kiesik. Vagy most, ha más álltam volna, amit más is akartam, el akartam menni. Hülye Huberix, hát igen, ugye az értelem az sugárzik. Nem akartam kilökni, de hát sajnos kiesett. Jó, hát most biztos lesznek olyanok, akik majd emiatt szidni fognak, de hát akkor sem tudok mit csinálni. Most ez elkerülhetetlen volt, mert a gyerek ütött, el akartam menni, és hát nem lehetett. Úgy fáj szemem, ilyenkor már egész nap csak nézed a, ugye az iskolatáblát, utána meg időjössz a gépelés, akkor már azért elszokik az ember nyári szünetben más a helyzet, mert ott megszokja a sok fényt a szemtől. Nem szövizek én. Tudod, de most ebből jó, menj, mert nem szeretnélek kilökni, meg amúgy se. Sosem volt még célom az, hogy embert kilökjek. Amikor kilöktem, is elszégyeltem magam, tehát most is szégyeltem azt, hogy kilöktem a gyereket, tehát tényleg nem akartam. Most is próbálok úgy menni, hogy én legyek kifele, ha bár félek én is, hogy azért kilök, de próbálok ez ellen is tenni dolgokat. Azt mondja, a sisakja volt, meg endőrpörlője is. Megpróbálom azokat felvenni. Hál' Istennek sikerült, azt mondja, lejön a láda, majd mindjárt, bár még nem. És akkor megpróbáljuk azt is kifosztani. Nem tudja megenni a kenyeret, ha a blokkra nézünk. De érdekes, azt mondja, ott volt a Nicoletta, csak elment szerintem. Ja, az középre van pakolva, akkor onnan megyek. És akkor az úgy már sikeresebb is, ha úgy nézzük. Csak le ne essek, nem akarom lelökni, tehát úgysem fogom, most gondolom vissza fog szaladni, vagy gyorsan magasra pakol. Nem tudok mit csinálni. Ja, ők fognak harcolni. Jó, hát akkor ide egy sárkány kellene. És akkor kiütöm így, ezen a helyen, nem tud ide átjönni. És akkor ők harcolnak, én meg oda megyek. Mivel becsületes szeretnék lenni, így megvárom, hogy legyen HP-ja. Megvárom a HP töltődésedet. Tehát nem fogok most nekiesni, mert ilyenkor is megszoktak savazni, hogy hát nem is hagytam, hogy töltődjön a HP-ja, hát milyen rossz voltam én, gonosz, meg ilyesmi. Jó, hát most futok előle, hogy töltődjön a HP-ja, tehát ő saját érdekébe futok.
nem azért melló vagyok és félek a böl mellesétől, tehát a bőrmelvéltől. Na jó, ki se tudom már mondani, hogy elszoktam már a sok beszédtől, mert keveset videóztam, pedig úgy imádok videózni. Jó voltál. Rendben, és akkor ezt az arénát megnyertük, és ezzel az aréna megnyerésekor, ugye most az jutott eszembe, hogy mivel nyertem tokent, 7 tokent kaptam, ugye kiegészítette a 993 tokenem volt, vagy 997, 993 tokenem volt, most kaptam 7-et, és így lett kereken 1000 tokenem, így meg tudom vásárolni a Bedwars shopba a minishopot, ami azt jelenti, hogy majd amikor ezt megveszem, akkor majd tudok természetesen venni, ugye az utolsó 2 slotban van a kézi csapatláda, minishop, blokkot tudok venni. Jó, most az a gáz, ugye ez meg van vásárolva. Fú, megijedtem, mert rányomtam a kézi csapatládára, lement a token, de most látom, hogy a minishopot sikerült megvásárolni. Tehát ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, azt jelezzétek egy lájkkal, én Huberix voltam. Sziasztok!